Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig a Nightmare Swamp nevezetű játékkal fogunk játszani. Ami már régebben volt a csatornámon, ez egy Shrek-es horror játék, de most elvileg egy brutálisan nagy update kijött hozzá. Szóval most ezt fogjuk megtekinteni. Hogyha örültek ennek az egésznek, akkor mindenféleképpen már most csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legnagyobb visszajelzés. Emlékeim szerint ilyen hagymákat kellett keresgélnünk, és brutálisan felidegesítettem magamat, ugyanis, minthogyha nem találtam volna meg az összeset, meg talán jumpscare-ek is voltak a játékban, szóval nem garantálom nektek, hogy most ki fogjuk vinni, csupán ránézünk, hogy mégis mi változott benne, és tovább romboljuk a gyerekkorunkat a jó öreg Shrekkel. Miért glitchel így random? Nem tetszik nekem. Ott is van a bal felső sarkunkban, hogy 2023, erről van szó. Ja, hogy ráadásul több szint is van már. Aha. Most rámentem a level 1-re. Szóval akkor kezdjük is el ezt. A jobb felső sarokban szerintem az a zöld a staminánk. Nyilván az éjszaka kellős közepére spónoltunk. Na de most merre kéne mennem? Erre fele? Hát gondolom igen! Miért ilyen zöld az ég? Ez azt jelenti, hogy Shrek jön, mint a Batmannél a jelzés. Azt hittem már először, hogy ez itt vér, de szerencsére nem. Eltűnt a szamár, és hogyha láttuk, akkor azon a telefonszámon kéne jelentkeznünk, ami ki van satírozva. De várjatok már, most akkor nem hagymákat kell keresnünk? Ez egy full más rész a játékunknak, de mivel itt van egy hagyma... Na. Aha. Ah, ember! Ne csináld már velem ezt! Akkor ezek szerint hagymákat kell keresgélnünk, és vissza nem is tudok már fordulni? Vagy errefele van a vissza? Errefele van a vissza. De én erre is tudok menni, nem? Most akkor... át kell mennünk a hídon? Hát persze, hogy át kell. És írja is nekünk a kis táblán, hogy el ne tévedjünk. Tudjátok, hogy milyen a tájékozódási képességem? Tudja, hogy el fogunk tévedni. Nagyon nehéz a játékban egyébként így fordulgatni. De nézzük meg, hogy errefele van-e még valami. De hát szerintem... nem nagyon, de nem tudom telibe 360 fokban megfordítani a karakterünket. Mi ez az egész? Most is! Hát nézzétek meg, full fordítom, és nem fordul meg normálisan. Fel fog idegesíteni a játéknak az irányítása. Már most mondom nektek, és most sem bírok jobbra elnézni, nem csak errefele tudok menni. Nézzétek meg, pedig én telibe húzom jobbra, hát de már jön Shrek! Tűnjünk már innen! De mi ez az irányítás? Aha, ez Shreknek a hordója, errefele el tudok menni, ott sikeresen egy medve csapdát kikerültünk, és de szuper, Shrek már bizony a nyomunkban van. Na errefele, az mégis micsoda, miért van itt egy koponya? Meg egy ilyen sisak. Itt a tábor tűznél nincsen hagyma véletlenül? Brutta... ja! Hogy itt van szamár? Nem már. Hát de nézzük a jó oldalát. Legalább megtaláltuk. Még akkor is, hogyha nincsen életben. Ide be tudnánk menni, de hát sajnálatos módon most nincsen rá idő, szóval majd jöjjünk erre visszafele. Most pedig már valamivel normálisabb a játékunknak az irányítása. Kedves Shrek, most téged sikeresen leráztalak? Nem. Nem tudok. Ilyen hatalmas nagy
hadműveleteket tenni, amely segítségével kicselezem meg lerázom. Hát úgy néz ki, hogy nem. Hogyha pedig ide bejövök. Aha, itt van egy hagyma, jó, vegyük fel! Jó, aha! Kis random mézes kalács jumpscare is volt ott. Az ott micsoda? Nem már, annyi fele lehet menni a játékban, hogy csak na, nagyon, de nagyon el fogunk itt tévedni. Már most mondom. Na de ide be tudok menni? Aha. Hogy csak kopogni tudok. És sajnálatos módon nem tudunk benyitni. De mi van akkor, hogyha a kövi hagymának itt van a helye? Hát de csak nem. Hogy ilyen helyek vannak a játékban. És itt is van egy random koponya. Mennyire barátságos, nem? Na de szerencsére. Megvan a kövi hagymánk. Kérlek szépen, Shrek. Ne ölj meg. Léci. Á, de nem tetszik ez a játék. Menekülj, menekülj, menekülj! Menekülj! Nincsen semmi probléma. A medvecsapdát is kikerüljük. Szépen. Telibe mögöttem van. Spórolunk a staminánkkal. És akkor bizony el tudunk innen menekülni. Nagyon jól állunk amúgy. Ahhoz képest. Itt volt az a tábla, amellyel egyáltalán nem foglalkoztam. Hogy nehogy bemenjünk. Nekünk senki ne mondja meg, hogy hova ne menjünk. Ugyanis egyáltalán nem hallgatunk rájuk. Merre szerettem volna egyébként elmenni, ahol volt az a piros cucc? Nem errefele, ugye? Már most eltévedtem. Pedig tényleg a játékunknak még nagyon, de nagyon a legelején vagyunk, és az előbb konkrétan majdnem megijedtem attól a faáktól. De mennyire szemetű van megcsinálva, hogy szinte fel sem bírom fedezni itt a dolgokat, ugyanis folyamatosan a Shrek a nyomunkban van, és menekülnünk kell. Na errefele én még tudja, hogy nem voltam. Itt van egy házikó. Nézzük meg, hogy ide be tudunk-e menni. Hát, nagyon, de nagyon szomorú, de ide sem tudunk. Ott rendes van egy kilátó. Mi ez a hang? Ez a mocsárból jött? De eléggé hangulatos ez a játék. Nagyon, de nagyon megvan a vibe-ja. És brutálisan át vagyok most szellemülve. Tisztára úgy érzem magamat, minthogyha egy horrorfilmnek a főszereplője lennék. Csak az a baj, hogy a horrorfilmek főszereplői általában mindig meghalnak. És most mi van akkor, hogyha jön fel a Shrek? Ide a kilátók tetejére, akkor meghalok, ember! Nem már! És most telibe az egész játék a leges legelejéről kezdődik. Aha. Nem már. És semmilyen mentésünk sincsen, hogy amúgy léci, ne kelljen leges legelőről megtalálgatnunk mindent. Na de mi van akkor, hogyha rámegyek a második szintre? A második szín nekünk zárolva van. Szóval először valahogy az első szinten át kéne szenvednünk magunkat. Próbáljuk meg leges legutoljára. Próbáljuk meg még egyszer, de tudjátok, hogy nem a leges legstabilabb az én idegrendszerem. Szóval, hogyha még egyszer meghalunk, akkor bizony ebben a videóban én feladom, hogyha szeretnétek, akkor akár a közeljövőben máskor is ránézhetünk erre a játékra. Szuper! Fel is vettük az első hagymánkat. De a játék amúgy... Vágos!
Pedig tudtam, hogy itt lesz jumpscare. És ettől függetlenül ugyanúgy megijedtem tőle, ugyanis az elején sokkal, de sokkal rosszabb az irányításunk, mint a vége fele, amikor már beljebb jutottunk. Itt volt ugye. De nézzétek, meg nem bírom egyszerűen jobbra elhúzni a kamera nézetünket. Nagy nehezen szerencsére összejött. És most is! Alig lehet mozgatni a karakterünket. Jó. Hát legalább a Shrek nincs a nyomunkban. És tudjátok, amennyire szerencsések vagyunk, pont ahogy ezt kimondtam, hamarosan már itt is lesz. És jön levadászni minket. Aha. Nem lehet irányítani ezt a játékot. Hát telibe így húzom el jobbra, és ennél jobban nem tudok jobbra nézni. Mi ez? Kedves készítők, szerintem a patch előtti rész az nem ilyen volt. Aha. Errefele volt a kilátótorony, ahol ugye az előbb meghaltunk. Na de mivel Shrek még a közelben sincsen, szerintem majd most sikeresen le is fogunk tudni jönni innen, de már megint nem bírom jobbra elhúzni a nézetünket. Jaj. Ebből egy rage game lesz, és a lépcsőre is alig bírok felmenni. Aha, most pedig már tudom irányítani. Ezt mondjátok meg nekem, hogy miért van. És már megint bebugolt. Fú! Ne! Mi volt ez? Ha neki mentem. A könygáznak. Most a közelben van a Shrek. Annyira ráfeszülök most erre a játékra, hogy jó legyen. Ugyanis tényleg mindent tőlem tehetőt megteszek, de hogyha egyszerűen a játék azt sem hagyja, hogy rendesen arra menjek, amerre szeretnék, úgy valljuk be, hogy extrán nehéz dolgom van. Errefele vajon lesz még valami? Szerintem nem. Hanem vissza kéne fordulnunk. Erre tuti, hogy nem raktak már hagymákat. Aztán... Aha, halljuk meg, jól van! Úgyis elfogyott már a türelmem. Aztán amennyire kedvesek a játék készítői, bőven benne van, hogy az erdő leges legmélyére helyezik a hagymákat, hogy jól megszívassanak minket. Egy biztos, hogy én nem bírtam nyugodt maradni, miközben játszottunk ezzel. Ettől függetlenül én rettentően éltem ezt a gémet, bár azért nagyobb sikerélményem lett volna, hogyha sikeresen kivisszük legalább az első pályát. Hogyha bejött nektek ez a videó, és szeretnétek, hogy egy videó formájában ismételten megpróbálkozunk ezzel az egésszel, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban, hogyha esetleg a csengőt pedig nem nyomtátok volna be, kérlek tegyétek meg, ugyanis akkor elvileg értesülni fogtok a legeslegújabb videóimról. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb gameplayben. Addig is, szevasztok!